Sziasztok, újra itt vagyunk, és itt van velünk Bence. Sziasztok. Aki elhozta nekünk az ismételten 159-es fehér esőjét, ami most megint egy kicsit különlegesség, mert ez egy 2000-es díza. Hát egy kicsit a... mielőtt így elkezdenék ezt a beszélgetést. Mindenkivel van szerintem olyan, hogy egy ilyen rohadt napja van, így minden lehangol, minden, és akkor nekem ez ebből nagyon sokszor így a munka vége, vagy amikor tudtam, hogy megyek a 159-esemhez, akkor így kicsit így feldobódtam, meg így megláttam, főleg a nyári kerekekkel, így egy ilyen nagyon jó érzéssel töltött el. És a mai nap ugyanígy voltam, hogy tudtam, hogy jövök forgatni, és jöttem, és megláttam Bence kocsiját, abszolút ez az érzés, és nagyon... Tehát nem tudom, hogy mindenkiben van, vagy nagyon sok emberben biztos, aki szereti az autókat, de egy ilyen, engem legalábbis megnyugtatnak, meg úgy én nagyon szeretem ezeket a dolgokat. És most a mai nap tényleg ez megkoronázza legalább egy kicsit. A pénteki nap van, 159-es téj, fehér, amin én nagyon gondolkodtam, meg szerintem rohadt szépen néznek ki. És gondolom ezért választott a Bence is. Térjünk is rá arra, hogy neked első körben honnan jött az olasz, és milyen indítatásból első körben? Hát ez már régiről jött, szóval ez ilyen hát kb. 10 éves történet. Nekem a barátnőm, most már feleségemnek a nagybátyjától jött ez az egész. Neki egy 166-os alfája volt. Együtt jártunk focizni anno, és mindig ő vitt a 166-ossal, és nekem az úgy az eleganciája, a belseje, a motor, ugye ez egy benzines motor volt, 2000-es Twin Spark. Nekem az nagyon bejött, és ott eldöntöttem, hogy nekem a következő az vagy az lesz, vagy egy másik, de alfa lesz. Egyébként később meg is vettem azt az autót. Igen? Igen, ezelőtt a 166-osom volt. 4 évig. És az még a facelift előtti, vagy a faceliftes? Az még a facelift előtti, a rovarlámpás. Aha. És akkor igazából annyira nem régről vagy te olasz fanatikus igazándiból, hanem tehát az, vagy mennyi ideig volt igazából 166-os neked meg? 160, ha jól emlékszem, 4 évig volt meg. Előtte volt egy 145-ösem is, az 2 évig volt. Ugye ez meg most van 2 éven állam. Az, hogy a 145-ös az milyen motorral volt szerint? Az 1.6 Twin Spark. És az, hogy neked voltak benzinesek, mennyire volt az neked hátrány vagy előny, hogy most egy dízelt, vagy ez kritérium volt, szempont volt? Hát igazából én nem akartam dízelt, nekem nagyon bejött a benzines, csak ez az autó, ez egy jó barátomé volt, és már így elkezdtem neki pedzegetni régebben is, hogy hát, hogyha eladó lesz, akkor szóljál, aztán egyik nap szólt, hogy eladó lesz, és akkor kellett gondolkozni, jött a B-terv. Hát igen, mert azért költségvetést is egy kicsit át kell ilyenkor formálni, igen. Mert azért hiába a dízel meg stb. Azt hiszi az ember, de azért ezek abban sem olcsók, ezek az autók. Így van. Hát szerencsére tényleg jó gazdája volt az előző tulajja is. Lekopogom, semmi problémám nem volt vele, nem bántam meg abszolút, hogy dízelt vettem. Annyi, hogy az elején még azért szokni kellett a hangját. Igen, a hang az kicsit ez még ez a... Pont a kettő közötti, ez a régi csettegős, illetve az az öblös erős hang. Igen. Pont a kettő között van egy kis kattogás még a motornak, de amikor odalépsz neki, akkor meg már ilyen morgós, kicsit ilyen. Igen, menet közben egyébként abszolút nem zavaró, alapjáraton, inkább alapjáraton, ami úgy hangosabbnak mondanám. Never wanna stay, so I gotta find my path. Yes, I gotta find my way. Man, I'm looking for direction, man, I'm lost within this space, like... I got
gotta make decisions. And I gotta do it right. Sometimes I just fight, well, internally within my mind. Cause I really wanna be with you, yeah, right just by my side. But you just play these games, yeah, deep up in my mind. So deep in my mind, I had to decide that this is the way where we end. So I don't wanna be here no more, and I don't wanna go pretend. Cause you don't bring me nothing, and that's a simple fact. So I will go and leave, yeah. Ebben már kettős tömegű van. És volt nálad, vagy önnál esetleg cserélve? Nem, nálunk se. Meg az előző tulajnál sem. Én 260-nal vettem meg, most 280 van benne, de úgy gondoljuk, hogy az előző tulaj cserélt, és hát ő azt mondta, ugye a kettővel ezelőtti tulaj. Aha. Ő cserélt benne egyszer. Külföldről származó autó. Igen. Külföldről, azt lehet tudni, hogy honnan egyébként? Ha jól tudom, Olaszországból. Aha. Tehát akkor azért van elég jó állapotban kaszni? Igen. Hát nem biztos, hogy olaszból, de nekem úgy rémlik, mint hogyha azt mondták volna, hogy olaszból jött. Vannak itt apróságok egyébként, amik ilyen kis csinosítgatások, hogy ilyen olasz bőrözés van itt, ilyen olasz zászlós bőrözés a váltógomb, meg a szoknyákon. Ez nálad volt, vagy esetleg már előtt? Nem, ezt már így vettem. Ezt is meg a... Szóval én igazából nem nagyon csinosítgattam még rajta. Mi inkább családi autóként használjuk, de persze azért hobbi szinten is megvan. Igen, meg azt beszéltük veled már, hogy használjátok ti ezt, de most is mondtad, hogy szinte most vetted elő először. Igen. A héten, pedig már péntek van. Ez akkor végül is relatíve... Ez egy hétvégi autóként üzemel nálatok, vagy ezt hogy kell képzelni? Igen, én munkában nem ezzel járok, van egy másik autó, én azzal járok munkában. Uh-huh. Ezt csak akkor vesszük elő igazából, hogyha ha van egy kisgyerekünk, és azzal vele megyünk valahova. Uh-huh. Akkor te eléggé már pumpálod bele ezt az olasz szeretetet, olasz autó szeretetet. Mi lett volna az a másik választás, hogyha ő nem adja el, akkor is 159-et szerettél volna, vagy volt esetleg másik, ami tetszett, forma vagy? Hát, nyilván fiatalítani kellett, mert igen. A 160 azért már nem volt fiatal, főleg a rovarlámpás. Igen, igen. Hát én úgy voltam vele, hogy 59-et szeretnék mindenképpen kombit, TI-t, hogyha lehet, és én már nézegettem is, de... Mert úgy voltam vele, amíg nem találom meg az igazit, addig marad a 166-os, mert igazából nem volt vele problémám, meg ugye akkor még nem volt a pici sem, úgyhogy nem is lett volna muszáj váltani. Uh-huh. Fékek, illetve ilyen dolgok, amióta megvan nálad, ilyeneket kellett már előtte cserélned? Nem, szerencsére. Én amikor megvettem, az előző tulajdonos cserélte kompletten a fékeket elő a hátul. Látom, hogy a tiéden is az első fékek kicsit, a féknyergek kicsit meg vannak kopva. Ez sajnos a nagy fékeknél elég soknál előfordul. Felújítás korában vannak szerintem mostanság már, majdnem mind, ami még nem volt. Talán a hő miatt ledobják, igen. Főleg az elsők, mert azért ott elég komoly fékhatás tud lenni, ha kell. Neked kellett már, volt már olyan példa, hogy kipróbáltad, vagy szükség volt rá? Volt. Annyi, hogy nekem elkezdett rázni az első fék. Ugye az első fékekben kb. Ilyen 40 ezer kilométer van, szóval még azért szerintem nem olyan sok. És valamiért elkezdett rázni a fék, és ugye szerelők is mondták, hogy mielőtt felszabályoztatjuk a tárcsát, mert nem akartam kidobni, még igazából alig használt, mondták, hogy tempósabban fékezgessem, vasaljam meg úgymond, és hát akkor azért produkált fékhatást, és szerencsére sikerült is, mert azóta teljesen jó. Abszolút nem ráz a fék. Igen, és ezek még a másik nagy problémái, azért is kérdeztem rá a fékre, most a másik 159-es Alfa Attila, a két Attilával inkább úgy mondom, mindkettőnél erre rátértem egy kicsit, de főként most azért is tértem rá, mert ez is egy elég típus hiba, de nem csak 159-nél, hanem általában nagy fékes Alfáknál, hogyha vannak ezek az intenzív fékezések, utána sajnos hajlamos arra, hogy eléggé komolyul elkezd nyikorogni, és ez 10-ből 9-nél előjön. Hát ezeket ilyen Rottinger, vagy valami ilyesmi tárcsával, valami komolyabb hűtésű tárcsával lehet orvosolni, de én például felújítottam az egész bal első fék nyerget, új tömítések, felcsiszolva a dugattyúk, tehát minden úgy, mintha újon kijött volna, de egyszerűen a komoly fékezés hatására előjön egy hát Brembo tárcsát és betéteket vettem, és az mindenki mondja, hogy azt inkább kerüljük a 159-be főleg. TRV-ket javasolják, hogy azok talán
amik nem ennyire nyikorognak, de a Rottingert azt viszont nagyon dicsérik. Uh-huh. Bence, amikor először beszéltünk, akkor mi igazából úgy volt, hogy mi ketten beszéltünk. És Benni nem is tudta, hogy milyen autóról van szó, és amikor belinkelted, vagy beraktad a képet róla, akkor így a Benni is elalélt, meg most is azt mondta igazából, hogy ő nagyon szívesen egy következő autójának ilyet tudna. Főleg így, hogy ahogy elmesélted, hogy még az előéletét is nagyjából tudtad, és mindenki igen. volt rajta cserélve. Viszont az, hogy faceliftes az nálad is nagy előny volt, vagy fontos volt egyébként számodra? Nem volt igazából számottevően fontos. Nem konkrétan kerestem faceliftest, hanem igazából ugye ez úgy adódott. Próbáltam minél frissebb évjáratokat keresgélni, csak ugye úgy volt, hogy amik már frissek is, meg jók is, az meg már szépek árba. Is, azok meg már árba is. Igen, igen. Had this vision in the beginning, always saw that I'd be winning. Ever since I first saw my teeth in it, went head first, dove deep in it. This is all I know now, look how far I've grown now. All them shows were ghost sounds now, round the globe I'm sold out. Attitude ain't changed yet, still shatterproof, I ain't great yet. Never lost my drive to be a better me, stayed on my grind like the 10 of me. Dollar signs stayed on my mind, but never compromised my integrity. I'm in control of my destiny, only thing left to leave is my legacy. This vision in the beginning, always saw that I'd be winning. Ever since I first saw my teeth in it, went head first, dove deep in it. This is all I know now, look how far I've grown now. All them shows were ghosts out now, round the globe I'm sold out. Ish. Nálad már ebben a két évben fordult elő valami számottevő probléma az autón, mondjuk az olajcserén kívül, vagy az ilyesmiken kívül? Szerencsére nem. Hát volt egy balesvédző, ami kiégett, úgyhogy ez volt a legnagyobb szerencsére, le is kopogom. Teljesen megbiztosítom. Jó, nincsen agyon használva, két év alatt 20 000 kilométert mentem vele. Inkább átlagosnak mondanám, vagy inkább kevésnek. De szerencsére nem volt úgy semmi. Gondolja. Igen, meg nálad ugye a halogénizós változattal. Mik a vélemények egyébként a fényszórókról? Mert halogéntől egy kicsit óckodnak, mert hogy kicsi a foncsor, meg kicsi a lámpa. Én is xenonosat szerettem volna, szóval a 166-os nekem az volt, utána is azt szerettem volna. Igazából ennek sokkal jobb a lámpája, mint a 166-ok volt. Ezek új lámpák, új fényszórók benne. Ezt igen, azt látszik. Igen, kaptam igen. az autóhoz. Aztán ki is cseréltem őket, nagyon jól látni vele. Látszik rajta egyébként, hogy új. Ja, emelt fényű izzók vannak benne, ezek a nightbreakerek, de én nagyon meg vagyok elégedve vele. Ülés. Nem bőr, talán az első nem bőr TI-be ülök. Egyébként kicsit fura először, így amikor belenéztem, de olyan kicsit olyan alkantarás hatásnak van, főleg itt ez a belső plüss kárpit. Viszont lehet, hogy nehezebben takarítható, mint a bőr, viszont könnyebben ápolható. Igen. Ez mindenképpen előny és hátrány is. Viszont kényelme szempontjából abszolút nem val hátrányt a bőrhöz képest. Ez egyébként egy gyári TI felszereltségű autó volt, vagy... Hát ezt nem tudom. Igazából én is már nézegettem utána, igazából minden megvan benne, ami TI, kivéve a xenon fényszórót és a bőrbelsőt. Igen, azért is kérdeztem rá, mert nagyon kevés ilyen mászkálhat akkor, hogyha ez gyárilag. Viszont ha nem, akkor meg nagyon sok van ráköltve, mert egyszerűen igen. minden benne van, ami ehhez kell, hogy TI legyen. Úgyhogy is. Tehát mind a kettő durva, hogyha rákötöttek az is, vagy igen, hogyha... Igen. Visszatérve arra, hogy azt mondtad, hogy barátod használt az autót előtte, ő mennyi ideig használta? Szerintem ő is ilyen két év körül. Aha, két év körül. Két-három év nagyjából. És ő mondott valami olyat, amire azt mondta, hogy nagyon figyelj oda, vagy volt vele ilyen probléma, de az már nem lesz? Annyi volt, hogy ez meg volt csipelve az autó, én már úgy vásároltam, és ő mondta, hogy a féltengelyeket azokat nagyon szereti elhasználni. Aztán én direkt ez miatt is döntöttem úgy, hogy én visszaírattam gyárira. Aha. Ennek ez a 170 lóerő, ez bőven elég, főleg így családi autóként, hogy használom. Persze. És így nekem fontosabb volt az, hogy megbízható legyen, és hogy ne a féltengelyeket egye.
Hát egy, igen, nyilván, ez. Nyilván ott is a láptól függ, mert most attól, hogy benne van az a 200 akárhány ló, nem muszáj azt mondjuk tövig nyomni a gázt, hogy meg egy fél tengely, de a motornak biztos, hogy az a legjobb egyébként, amivel gyárilag kijön. Ez ugyanolyan, mint amikor a felnitrára, akkor egy nem gyári. Akár nem gyári, lehet egyébként csak gyári mérettel megegyező felni, hogy LT-ben, J-ben, mindenben megegyező, lehet rárakni, csak az sem fog, hogyha egy kicsit is eltérünk J-ben vagy LT-ben, már nem fog olyan tapadást biztosítani, mint amivel ki vannak számolva azok a dolgok, hogy sőt, tovább megyek, vannak olyan országok, mint például Németország, én annól vettem onnan felnit, ott úgy van meghatározva, nem tudom, hogy ezt sokan tudják vagy nem, hogy a karambolozó például, és nem gyári méretnek megfelelő felni van, akkor nem biztos, hogy ki fogja fizetni a biztosító, illetve lehet, hogy rá fogják fogni ilyen dolgokra egyébként. Úgyhogy külföldre, ha megyünk, azért ilyenekre ki kell azért nézegetni. Nyilván az itthoni biztosító fogja valahogyan ügyintézni, csak hogyha ott a rendőri ügyintézés végén a pont úgy kerül rá, hogy nem annyira pozitívan görbül a szánk, akkor ne lepődjetek meg, ez egy eléggé fontos alvásszám alapján lehet külföldön amúgy felnit venni, tehát azért elég furcsa, igen, egy ilyen kis zárójeles okosság, vagy okoskodás, hogy gondoljátok, igazából mindegy. Ez a 2000 JTD, vagy JTDM, igazából mindegy, nek a váltóját dicsérik nagyon. Mert igen. Az 1.9-nek mondják, hogy gyenge a váltója, itt meg őt dicsérik, hogy nagyon jó. Igen. És mit hallottál? Nyilván azért, amikor meg volt csipelve, azért nem azért volt megcsipelve, mert gurulgattak vele. Igen. Hogy azért akkor elég jól bírja, tehát a váltóval sem volt probléma egyébként? Váltóval soha nem volt, és szerintem kb. Vagy ugyanúgy lehet most is kapcsolni, mint új karába. Amikor mentek vele, itt a 170 ló nyilván nem nincs kihasználva, akkor sem, nyilván kisgyereket viszitek hozzátok. De amikor úgy egyedül beleszabadulsz, úgy tényleg azt mondod, hogy na jó, azért nézzük meg, miért vettük ezt az autót. Próbálgattad már, hogy így azért milyen egy kanyarban, vagy milyen az autó igazából, hogy élhető, mennyire, és mondjuk hasonlítsuk a 166-tal. Hát persze próbálgattam, mindenki szerintem kipróbálgatja. Ami biztos, ugye a futómű meg a 19-es kerék miatt brutális a tapadása, szóval a kasznidőlés igazából nullával egyenlő. Igen. A motorerő szerintem bőven jó. Igaz, hogy most chip nélkül azért van egy turbójuk benne, 2000 alatt nem nagyon akar feléledni, de utána viszont meglódul. Tök más karakter a 166 is, meg a 159 is, ugye a motor miatt. Ugye a dízelt ezt nem kell annyira forgatni, viszont megy. Ez ilyen 3500-4000 fele már szerintem kezd elfogyni. A 166-os meg pont ilyen 3-4000-nél kezdett megjönni. Igen, hát az egy szívó benzin. Igen, az egy szívó benzin. Én nagyon imádtam azt is. Ugye azt mondták, hogy az a 2000-es volt, az alapmotor volt a 166-oshoz, hogy a nagy kaszni az nem elegendő, de szerintem jó, nem egy versengép, de szerintem bőve elegendő volt az. A külső dizájn egy kicsit láttam, hogy a ködlámpát gondolom sokat nem fogjátok használni, mert egyébként egy kicsit ilyen füstüveg, ahogyan ránézek, egy teljesen az jön elő, mint egy füstüveg lenne rajta. Nagyon jól néz ki. Annyira feldobja, hogy egy ilyen kicsit egyből egy ilyen
ilyen versenyes lesz az elején, kicsit ilyen versenyautós jellege lesz, illetve van egy koptató, amit nem te raktál rá, viszont az nem egy olcsó koptató, mert kicsit faragást igényel, ez a kupla koptató, mint elég sokan rakják elég sok fajta kocsira, mert amúgy nem sok csavart igényel, és egész jól áll mindenen szinte, én ezt csak ajánlani tudom mindenkinek. Gondolom itt is a közepéből reszelni kellett, mert a kuprának ott van kettő olyan lyuk, ami bele tud így illeszkedni, vagy három, és akkor ezeket mindig általában le kell reszelni a közepéről, de amúgy teljesen tökéletesen illeszkedik, vagyis hát ezen is nagyon jól néz ki. Igen. Illetve a tükrökön van egy ilyen, nem tudom, hogy mi ez. Erről te tudsz valamit? Igen, ez egy plastidi festék. Amúgy ez rohadt jól sikerült. Meg a kilincseken is van. Ja, igen, a kilincseken is láttam. Hát ez egy ilyen kicsit ilyen blacklinosított verzió, szóval, hogy a tükörházak is feketék, a kilincsek is. Ugye, ami chrome volt eredetileg, most az fekete, de ugye ez ilyen eltávolítható festék. Igen. Ez ilyen, minek is mondják, vagy fólia festék, mondják. Fújható fólia. Igen, meg az első kettő, az a csík is, az a chrome, igen. Az is ugyanezzel lett. Ezt már az a még ismerős, hogy csinálta ezt meg rajta? Igen. És igen. Akkor eléggé időtálló, azt mondhatjuk, mert vannak egyébként próbálkozások ezzel a plastidippel, de nem mindenkinek időtálló. Gondolom egyébként, hogy vannak különböző minőségek ebből a deepfolia festékből is, lehet, hogy egyszer kell inkább a drágábbat megvenni egyébként, mert azért itt a kavics meg a stb. Szemből jön azért, igen. Főleg általában az első rácsokat szokták lefújni, meg ilyesmiket, most a disztárcsa festéknek mondják ezt, de az szerintem egy ilyen zárójelben én nem is mondok róla semmit. Térjünk rá az árnyoldalára a kocsinak. Mik a típus hibája egy ilyen autónak, amire mondták, hogy figyelj oda, vagy olvastál fórumokon? Hát igazából az első küszöböknél a rozsdásodásra szokták mondani, hogy ugye itt, ahogy összeérre a sárvédő, meg a küszöb, ott mondták, hogy ott szoktak elkezdeni rozsdásodni. Szerencsére, hát ugye kavics azért éri ott is, egy picit már nekem is megkapta, de még időben lett kapva és le lett kezelve, szóval azzal úgy nincsen problémám. Mást igazából nem nagyon hallottam, hogy figyeljek rá oda. És a motortérben esetleg valami olyan, amire mondták, hogy kifejezetten ez a 2000-es motor, ez mondjuk valamiben rossz? Az EGR hűtőnek a fedele szokott elrepedni rajta. Ez egy műanyag fedél, és akkor ott ereszteti a hűtővizet. Ez már orvosorva lett nálam, úgyhogy nekem azzal sem volt gondom. Én igazából csak vezérlést cseréltem rajta és olajat. Úgyhogy... Ebben látok ott egy kis ledet melletted. Igen. Az plusz egy ilyen riasztó, vagy egy ilyen védelem, vagy már nincs is benne igazán? De benne van. Hát úgy mondom, hogy villog. Funkcióját szerintem nem tudom, hogy mi a funkciója. Lehet, hogy van utólagos indításgátló, lehet, hogy valami. Semmilyen plusz kábeleket nem találtam sehol, úgyhogy igazából nem tudom, hogy ez mire szolgál. Szeretnék fiatalítani, akkor mint családi autónak nem hoztak ki kombit. És nekem abszolút. Ez nagy szívem, de szóval ez nekem nem annyira jó, mert szóval van egy szakadék, hogyha a családi autót szeretnék venni, akkor ott a Stelvio. De a Stelvio jelenleg nekem legalábbis megfizethetetlen árban. Hát elérhetetlen, igen. És viszont egy kombi meg nincs a kettő között. Nincs, abszolút, meg... Az is tényleg, hogy árban is akkora a rés, hogy egyszerűen
tényleg egy emberi normál keresetnek, tehát én azt mondom, hogy egy Stelvio manapság egy kiváltságosok autója lett jelenleg. Még talán a Giulia és a Stelvioból a leggyengébb dízel változat talán az, ami azt mondom, hogy egy kis hitel bevállalásával meg lehet, de hát ez is olyan, hogy én úgy vagyok oda, hogy autóhoz, hogyha hitelt kell, akkor inkább belengedem. Igen. Mert azért jó, meg szeretjük az autókat, de sokkal fontosabb a biztonság minden szempontból. Nyilván sokan nem biztosok ebbe, hogy a hitelt mire lehet fel. Én abszolút nem vennék fel autóra hitelt, ilyen saját örök ígéretem magamnak, hogy amit tudok, mindent anélkül. Bár ha valakinek az álma, azért lehet, hogy nagyon sok mindent megtesz, illetve simán bevállalja ezt. Olajcsere nálad hogy zajlik? Én magamnak csinálom otthon. Hát ilyen 8-10 ezerenként, ahogyan tudom ledobom. Sokat olvasgattam, sok fórumokon nézegettem mindent az olajról, hogy miért sem. Az előző tulaj is mindig a gyárit, a szelényát rakta bele, ugye ezt a 5V30-ast. Uh-huh. Én ugyanúgy tartom. Szerintem nem volt vele gondom, nekem a 166-osban is mindig szelénye volt, a 145-ösben is. Én nem látok olyan nagy különbséget olajok között. Aztán lehet, hogy én tévedek, de... És egyébként csipegeti? Nem, szerencsére. Én azt kell mondanom, hogy olajcseretől olajcseréig nem kell beöntenem. Uh-huh. Egy csikot lemegy az infocenteren, de az meg attól függ, hogy hogyan áll az autó. Olajfolyások a motoron egyébként, hogy mennyi kilométer van jelenleg? 280, azt mondtad. Igen. Ilyeneket tapasztalsz már rajta? Nézegettem. Szerencsére ugye az előző gondos gazdának köszönhetően nem nagyon van rajta. Most egy a kihajtásnál látok egy picike szivárgást. Uh-huh. De azon kívül tényleg semmi. Az olaj bent és sokkal mellett van egy pici, de ugye ezt meg én hogy picit mellélőt követem az olajat. Aha. Láttam, hogy vannak rajta tolató radar szenzorok. Igen. De azok nem gyáriak? Nem. Azokat itt már Magyarországon kerültek bele, vagy ez már? Szerintem már Magyarországon, igen. Uh-huh. És teljesen ugyanúgy működik, mint egy normál tolató szenzor, hogy... Csipog. Szóval itt a képernyőn nem jelenik meg. Persze, nyilván. De csipogni, igen. Teljesen jó. Szuper. Meg elég szépen tényleg minőségi szintjén van megcsinálva, nagyon láthatjátok majd a videókon is. Bence, nem is rabolom tovább az idődet, mert mindketten sietünk, mint az állat, úgyhogy nagy nehezen összejött, egyébként kicsit ilyen kulisszatitkokat így elárulva. Mikor is? Hétfőre terveztük. Igen. Aztán nem értünk rá, utána valahogyan nem jött össze. Aztán volt egy jégeső is közben, a kocsi el is ázott, de hál' Isten nem kapott jeget rendesen. Mármint úgy, hogy problémája legyen belőle, úgyhogy megmenekült mindenki, meg szerencsére be tudtuk mutatni nektek is. Hát ez a harmadik 159 SVT-i fehér itt a csatornán, de a motor az mindegyikben különböző, még hogy azt mondtam, hogy ritka, mint a fehér holló, hát ez nem így van, kiderül szépen lassan, de... Abszolút nem bánom, mert ezekből a történetekből reméljük, hogy ti is tanultok, meg tényleg ilyen gondos gazdáktól jó autót venni, mint te is, mert akkor legalább nyugodtan belemertek ülni, aztán tudjátok az előéletét, és nem az van, hogy elidegenedtek az olasztól. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, köszönjük, hogy elhoztad. Én köszönöm. Ha tetszik, amit csinálunk, akkor iratkozzatok fel, kommenteljetek, kérdezzetek, és ha olyan kérdésetek van, ami külön ehhez az autóhoz fűződik, nyugodtan tegyétek fel azt is ide a komment szekcióba, és eljutatjuk Bencének, illetve őneki még lehet egy további küldése, vagy nem is tudom hogyan, kontaktálása az előző tulajjal, és csak dülőre jutunk, hogyha esetleg valami olyan problémával állunk szembe, ami a két ötletéről szól. We'll be right back.